Üdvözlök még egyszer, sok szeretettel mindenkit, és engedjétek meg, hogy eddig is itt az előbb Attiláék, akkor tegeződéssel folytassam. Azt gondolom, hogy nem kell most már szerencsés helyzetben vagyok egyik oldalról, mert ez a téma elég jól elő lett készítve az előző beszélgetésben, és nem kell sokat azon ragoznom, hogy ez miért fontos. Néhány, egész pontosan csak kettő kis adalékkal készültem, de valószínűleg tartom, hogy mindenki sok ilyet akár fejből fel tudna sorolni, de azért ezek így eléggé szembeszökő számok, és azt gondoltam, hogy ennyit érdemes az elején itt elmondani, hogy mondjuk, ha csak most éppen zajlik is, a Google az összes keresését ugye ilyen AI alapú keresésre átállítja, akkor például megegyezik nagyságrendileg Horvátország éves fogyasztásával, de hogy itt kutakodtunk az adatok között, egy még melbevágóbb az például, hogy a Bitcoin éves energiafogyasztása pedig ennek több mint a duplája, például Hollandiájét 2023-ban már meghaladta, ami egy döbbenetes szám, azt gondolom. Hollandia nem egy pici gazdaság, azért azt tudjuk. A makroszintről csak egyetlen egy picike adat ugye a mikroszintre, ezt se kell azt hiszem itt a legtöbb résztvevőnek bemutatni, hogy mondjuk egy 15 gigabájtos egyszerű kis ingyenes tárhelynek milyen költsége van, ugye felér a karbonlábnyoma egy Budapest Siófok autóúttal, és tényleg csak szemléltetésnek szántam ezt a két példát, és nézzük meg, hogy mi van a kettő között, hiszen azt gondolom, hogy megéri tényleg ebben a körben górcső alá venni a vállalati, nagyvállalati informatikát, ami az előbb bemutatott nagyon makroszint és a mikroszint között van valahol félúton. És még egy utolsó statisztika, nem lesz több, de ez már egy sokkal konkrétabb üzenettel bír, azt gondolom. Tehát ezt kimondottan azzal a célzattal is tettem ide, hogyha még valaki még mindig bélegne, hogy ez mennyire fontos vagy jelentőségteljes. Ugye maga a repülés, ami egy eléggé kézzelfogható és fókuszba állított dolog manapság, és mindenki ugye kritizálja így vagy úgy a feleslegesen megtett luxusutakat, 3%-ot hasít ki nagyságrendileg az összes globális karbon felhasználásból vagy lenyomatból, és ugyanígy tavaly 3% környékére mérték, nagyon sok kutatás van erről, az ENSZ különböző statisztikai piaci elemző cégek meg szereplők is megtették, és ugyanerre az eredményre jutottak, 3% környékén van már így globálisan az ICT is, de ami ennél sokkal súlyosabb, hogy valószínűleg a repülés nem fog ilyen ütemben növekedni, és egy nagyon komoly impact faktorú, tehát nem brit tudósok által bedobott, már elnézést a brit tudósoktól, adat szerint 2040-re, hogyha egy nagyon pessimista fejlődést nézünk, akkor 6%-ra fog ez növekedni, de hogyha ezzel az ütemmel folytatódik, akkor valahol a 14% körül is landolhat. És ennek miért van egy sokkal konkrétabb üzenete? Ugye azt látjuk, hogy garantálhatjuk, hogy egy sokkal nagyobb fókuszt kapó területről lesz szó, és bizony valószínűsíthetjük, hogy a szabályozás is ehhez mérten fog felszigorodni. Ahogy megjöttek a különböző előírások, vagy akár EU-s vállalások, hiszen a kontinens ugye, és az Európai Unió egyébként is szeret élen járni ebben, és szerintem jól felfogott módon teszi ezt. Mondjuk gondoljunk az elektromos autózásra, a különböző benzinüzemű működésnek ugye a kiszorítására. Ehhez hasonlóan várhatjuk azt is, hogy ez meg fog történni a következő években vagy évtizedben az informatika és a szoftverek területén is. Na már most, hogyha ehhez még azt az adatot vagy azt a gondolatot hozzá kombináljuk, hogy egy vállalat szerencsés esetben 5-10 vagy még több időre vásárol szoftvereket vagy ruház be is épít, akkor nem kell messzire mennünk, hogy rájönk, hogy ez tényleg a mai nap kérdése vagy kihívása már. Úgyhogy ennyit ezeknek a alátámasztásáról, és akkor most tényleg, ahogy ígértem, belemennék így mélyebben a konkrétumok szintjére. Készültünk egy olyan megközelítéssel, egy olyat hoztunk nektek, ami próbálja a lehető legszemléletesebben leírni, hogy milyen konkrét gyakorlati aspektusai vannak ennek a kérdésnek. Ugyanúgy lehet ezt a zöld témakört megközelíteni, mint egy háztartási eszköznél. Itt van három oszlopunk, ugye az energiahatékonyság az egyik, hogy meg tudjuk nézni akár a szoftverekre, az informatikára vonatkozóan, épp úgy, mint a mosógépünkre vonatkozóan, hogy fogyassza a lehető legkevesebb áramot, ez nem kérdés. Egy második mondatunk az ugyebár, hogy a hardware hatékonyságra ugyanúgy ügyelnünk kell, például nem veszünk egy ipari mosógépet otthonra, egyszerűen sok a beépített vas, és egyszerűen fölöslegesen sokat is fogyaszt. Tehát, hogy használjuk én értelemben is a lehető legkevesebb szervert, ugye így ezt átültetve. Illetve van egy olyan fogalom, a karbon tudatosság, hogy akkor használjuk azt az energiát, amikor tiszta, és olyan energiát használjunk, ami tiszta. Ezt a megközelítést gyakorlatilag univerzálisan használni lehet, én azt gondolom bárhol, és nem csak én, ez
ugye egyébként a Green Software Foundationnek is a metódusát tükrözi, azért is jöttünk ezzel az analógiával. És akkor belemegyek az elsőbe, ugye a hardverek hatékonysága, akkor erről nagyon röviden tényleg csak egy-két percben beszélnék. Ugye ezt talán tudjátok, de ebben a megvilágításban azért ez egy érdekes üzenet lehet, hogy három szerverből nagyon-nagyon sok esetben csak egy felet használunk, hiszen eleve túlbiztosítjuk, hogy mekkora a vasunk, és ugye a píkekre is megfelelően rendelkezésre álljon. Akkor még utána beteszünk ugye egy redundáns másik hideg-meleg tartalékot, illetve hogyha van disaster recovery planning, akkor még valahova a földrengés és tűzeset esetére még egy harmadik szervert is elpakolunk. Úgyhogy látjuk, hogy ha eltört, akkor beesik a második. Ha tűzütött, akkor jön a harmadik. Azért ezt egy kicsit néha, nem azt mondom, hogy túl gondoljuk, mert ez egy teljesen érthető kérdés, hogy ez így állunk hozzá. De ha már a tudatosságról és a költségekről beszéltünk, akkor itt ebben lehet mozgástér. Természetesen ezt nyilván nem az IT vezetőknek kell ugye felvállalni első körben, de azt a tudatosítási folyamatot, hogy bizony néha mondjuk egy icipicivel kisebb SLA lehetne elég a világban, akkor itt ennek nagyon komoly impaktjai tudnának lenni, de ezt mondom, ez egy széleskörű tudatosítási folyamatnak lehet csak a végeredménye. Nézzük meg a második pillérét ennek a témakörnek, a karbon tudatosságot. Itt egészen innovatív, meghökkentő, hogy hol tart már a világ. Ugye eleve lehet azt is szabályozni, hogy mikor futnak a szoftvereink, és minden nagyvállalat életében megvannak ugye mondjuk azok a jobok vagy időzített feladatok, amiket lehet akkorra tenni, meg egyébként másokból is, mert hogy kisebb a terhelés, sokszor meg is tesszük, hogy oda tesszük, amikor nincsen éjszakára futtatjuk, amikor ennek nincsen akkora kapacitás kihasználtságunk, vagy akár az energia olcsóban elérhető. Persze szemmel vagy azzal, hogyha megújuló energiát használunk, akkor persze akkor fogunk energiát használni, amikor a napsütés, az emberek is akkor aktívak, tehát hogy itt megint eléggé sok szempont találkozik össze. De van egy még érdekesebb és fejlettebb aspektusa ennek, például az, hogy ugye load balance-el el lehet ugye ezt irányítani, hogy hol fusson például egy árapályerőmű, egy szélerőmű mellett felépített szerverparkból jöjjön éppen akkor a teljesítmény vagy a szolgáltatás, és erre vannak konkrét létező implementációk, és egyre összetettebb maga ez a világ is, de könnyű belátni, hogy ugye azért ez is el fog bonyolódni egy idő után, mert ha hirtelen mindenki odaviszi, akkor hirtelen ott lesz szűkület, és ott lesz drágább, úgyhogy azért ennek a menedzsmentje meg az overheadje nem egy triviális kérdés, de azt gondolom, hogy ízelítőképpen bemutatni azt, hogy ennek még milyen jövője lehet, meg milyen irányokba fogunk azért elmenni, vagy fejlődni, ez szerintem arra érzékeltetésképpen mindenképpen jó volt. És most jön a legterjedelmesebb része az előadásomnak, ezért is ezt hagytam a végére, hogy fogyasszuk a lehető legkevesebbet, hiszen eddig nem mondtuk ki, de talán triviális, hogy a zöme, a túlnyomó része az áramfelhasználásnak ugye nem más, amit a szoftverek esznek, meg a szoftverek használnak el. Természetesen ugye állásidőben is használnak valamennyit a vasaink, és az is tud jelentős lenni, főleg, hogyha mondjuk ötszörös a redundancia, de azért mégis itt, amiről mi lokálisan tehetünk, akár vevő vagy szoftverfejlesztő szállító oldalról, az maga az, hogy azok az adott szoftverek a lehető legkevesebbet fogyasszák, és azért ez is egy egészen jelentős pillér, és ennek is most már nagyon komoly irodalma van egyébként, úgyhogy ebbe fogok egy picit jobban bezúmolni. Az egyik, a funkciók harmada felesleges, és persze ugye ezzel lehetne is csinálni egy viccet, hogy melyik harmada, tehát hogy főleg amikor megérjük, akkor nem biztos, hogy látjuk ezt előre. És persze megint érthető, van egy ilyen diszonancia, hogy egy jó IT vezető biztosra akar menni, legyen benne minden funkció, a szállítón például holnap után change requestért ne számlázzon ki kétszer annyit, amikor hirtelen hiányzik valami, vagy menjünk biztosra, legyen ott, elfér. De azért azt látni kell, hogy nem biztos, hogy annyira intuitív, de a nem futó kódok is sokszor használnak szemmel látható szignifikáns energiát, és egy McKinsey elemzés szerint ez 10-20% is jelenthet a fogyasztásban, mert hogy így ott vár, hogy megszólítsák egyszerűen a RAM-ot, egyebeket, ott terheli a szoftvereinket, tehát ebben azért van tartalék. Arról nem is beszélve, hogy ezt nem mondtuk ki, de azért nyilván ez is egy triviális mondás, hogy beszélhetünk az ESG-ről, ami egy sokkal összetettebb, tágabb fogalom. Annak ugye csak egy része az environment, azon belül egy az energia, tehát hogy nyilván itt ennek nagyon-nagyon sok aspektusa van.
De látni kell, hogy itt az el nem költött pénz, a meg nem írt kód, rengeteg módon lehet ezzel spórolni, tehát az a tudatosság, ez azért egészen jól egybefűződik a zöld és a költséghatékonyság és minden más, ugye ez a lean hozzáállás. Akkor ez is azt gondolom, hogy egy nagyon elgondolkodtató ábra, vagy állítás, pontosabban kérdés, hogy az adat az most az új arany, vagy az új PET palack, és azt hiszem, hogy mind a kettő mellett egészen könnyű lenne érvelni, hiszen mindenki emlékszik rá, amikor mondjuk 15-20-25 évvel ezelőtt a programozók még kicentiszték, hogy mi hány kilobájton fér el, meg hogy mekkora helyeket hagyunk ugye a változóknak, és milyen adatokat mentünk el. Ma ez nem kérdés. Tehát ma egy ma fiatalon ebbe a szakmába bekerülő programozó nyakló nélkül és gondolkodás nélkül mindent elment, mert az az új paradigma, meg amúgy is kell majd az adatelemzésnek, meg most már főleg az AI-nak. De egyébként ez vissza is csapott már, hiszen rengeteg strukturálatlan és fölösleges adat van. Ma már sokszor az adatelemzésnek az a gátja, hogy ezt nem bölcsen, meg nem tudatosan kezeljük eléggé, külön ilyen ugye projektek is vannak számos esetben. De ugye maga az adatok, a fölöslegesen tárolt, elmentett adatok is, ez egy másik kimutatás. Nagyon nehéz erről a big picture-t egybelátni és pontos arányokat beszélni, mert ugye nem tudjuk, hogy pontosan mikor, ki, mit, mivel hasonlít össze, de ebben is 30% tartalék lehet, hogyha ezeket sokkal, sokkal tudatosabban, és mondjuk töröljük időben, vagy nem mentjük el, vagy optimálisabb helyfoglalással kezeljük az adatainkat. Egy következő, ami a legérdekesebb szerintem, vagy talán az egyik legviccesebb ábra, és nagyon kevesen gondolnak rá, hogy maguk a programok, a programozási nyelvek is befolyásolják, hogy mennyi energiát használunk el. Ez szerintem magáért beszél, tehát ugyanannak a programozási feladatnak az elvégzésére egy C++-ban megírt program, illetve egy Python-ban megírt program mennyi energiát használ el. Azt gondolom, ez így mindenkinek be fog vésődni, vagy gondolom, ez egy emlékezetes. És akkor egy mini animációval azért ezt itt még illusztráltuk, hogy egyébként így néz ki, ezt el lehet vinni ugye, tanulságképpen. Amivel mi dolgozunk, ugye ott a Java és a TypeScript, JavaScript, azt gondolom, hogy egészen jó helyen áll ebben az összehasonlításban. De hogy ez megint egy olyan pont, amire ritkán gondolunk, és érdekes lehet tudatosítani. Lépek tovább, és ezért mondtam, hogy kevés lesz a 15 perc, mert rengeteg aspektus ki sem tudtunk még nyitni, de azért így megemlítem tényleg csak gyakorlatilag említésszerűen, hogy egy lekérdezést hogyan ír meg az adott fejlesztőnk. És megint itt ugye a hatékonyság, később az energiahasználat, de a program performanciája is itt jelen esetben egybevág azzal, hogy minden szempontból előnyös lesz, hogyha ezt tudatosabban és okosabban kezeljük, nem úgy, mint hogyha nem lenne holnap, és mindenből energiából és mindenből végtelen állna rendelkezésünkre. Ott van az emberi erőforrások kérdése, a kódolás, a deployment, ezeket nagyon-nagyon az összes DevOps kérdés. Sokkal tudatosabban és hatékonyabban lehet ezt kezelni, de hogy érzékeltettem menet közben és a beszélgetés során is utaltunk rá, ez egy most robbanás közepén levő dolog. Nagyon sok minden látunk tisztán, nagyon sok olyan hír van, ahol nehéz almát körtével összemérni, tehát ezt az utat folyamatosan járni kell, de azt gondolom, hogy az, hogy ez jelen időben van, azt azért érezzük. És hogy hol, melyik tevékenységnek vagy változtatásnak melyik a legnagyobb impaktja, a költsége, azért azt pontosabban körbe kell járni minden egyes esetben. Azt hiszem, talán ez a slide lehet, hogy már költői is, hogy biztos, hogy fontos, mert remélem, hogy sikerült alátámasztani, de azért még egyszer összefoglalnám, és a kerekasztal beszélgetésen is elhangzott, szerintem ezt fontos tudatosítani. Hogy nem csak shareholders, hanem ugye stakeholders szinten is ugye kimondottan elhangzottak ezek a fogalmak. Meg kell ezt vizsgálnunk, és mind a két esetben ma már megtérül, hogyha erre odafigyelünk, de megtérül brand image-ben, fenntarthatósági ESG reportok szintjén is, és tényleg a vásárlóink, tehát hogy látom kimondottan agilis kis startupok és a nagy mamut cégek, a globális nagy játékosok elindultak ugye ebbe a net zero irányba, és kitűzték még a nemzetközi előírásokat is megelőző módon, hogy ki 30-ra, 40-re, 50-re milyen net zero működést ér el, és ennek kimondottan erős marketingere lesz, és biztos vagyok benne, hogy meg fog jelenni ez a nyomás ugye az életünk minden területén. De ez is elhangzott, hogy nem csak a jövőért felelősségtudatból, hanem kimondottan sokszor racionális szempontokkal is ez összevág, ugye a költségek is a legtöbb esetben ugye erre optimálisak. Illetve azért azt is lássuk, hogyha éppen nem járna előnnyel, akkor is jobb érzés egy fokkal jobbnak, vagy zöldebbnek, vagy felelősebbnek lenni, hogyha nekünk ez nem költség, hanem egyszerűen tudjuk, hogy szolgálhatunk egy ilyen fontos közös ügyet. És még egyszer megismétlem, hogy a szabályozás itt van, nem fért bele az időbe, de ott van a
Green Software Foundationnek egy olyan kezdeményezése vagy protokollja, ez a Software Carbon Intensity-nek hívott ez a SCI rövidítés, ami most egy hónapján is meglepődtem, már megkapta az ISO Standard státuszt, tehát ez ennyire itt van a nyakunkon és ennyire történik. Úgyhogy a szabályozásra sem kell sokat várnunk. És ugye szintén ez már tényleg csak összefoglalás jelleggel elhangzott, hogy ma már el kell kezdenünk ezen dolgozni, hogy 3-5-8 év múlva odaérkezzünk, és akkor felkészülten abban az állapotban legyünk, ahol ezt a környezetünk majd elvárja. Ez pedig az elköszönés a részemről. Remélem, hogy ez átment, hogy mi tényleg komolyan vesszük a Mikrumnál az egész cégünk a fenntarthatóságot és ezt a hozzáállást. Azt gondolom, hogy ez ráadásul egybe is vág azzal a szakmai krédónkkal, hogyha lehet egy fogalmazni, mondjuk egy lean módon megértsük alaposan, hogy egy-egy adott helyzetben mire van szükség, és testre szabottan azt építsük meg, és ha ezekre együtt figyelünk, akkor ez a háromas így együtt, akkor arra garancia lehet, hogy mind a fenntarthatósági, mind a hatékonysági szempontok szempontjából jó irányba menjenek a folyamataink. Köszönöm szépen a figyelmet!